Dicsértessék a Jézus, mindörökké, ámen, kedves testvérem, április 18-a szombat van, a mai napon az Evangélium János könyvéből, a 6. fejezet 16. mondatától a 21. mondatáig. A kenyér szaporítás napján, amikor lett, Jézus tanítványai lementek a tóra. Beszálltak a bárkába, és elindultak a tavon át Kafarnum felé. Már rájuk sötétedett, de Jézus még mindig nem volt velük. Erős szél fújt, és a tó háborgott. 25-30 stádiumnyit, mintegy egy 5 kilométert eveztek már, amikor látták, hogy Jézus a vizei járva közeledik a bárkához. Nagyon megijedtek. De Jézus bátorított őket. Én vagyok, ne féljetek. Fel akarták venni a bárkába, de a bárk abban a pillanatban partot ért, éppen ott, ahová tartottak. Ezek az evangélium igéi, áldunk téged, Krisztus. Kedves testvérem, érdekes igazán a történet, egyfelől ott van a kenyér szaporítás története, megélték a csodát, hogy Jézus megszaporította a kenyret, de már itt van az estélet, és akkor, amikor ők lemennek, szélfújató háborúk, a külső erők, mint hogyha feszegetnék az embernek a határait. Tanítványok nem tudnak mit kezdeni, és az a félem való urrá lesz rajtuk. A külső sötétség belső sötétségé válik, belső aggodalom már félelemmé. Nem tudnak mit kezdeni vele, Jézus a vizel járva közék a bárkához. Mindezt, mintha tetőzni Jézusnak ez a vizel járása, Ő, akit látva látnak, hallanak, most még a természet erői fölött is képes parancsolni, képes fölemelkedni. Furcsa egy történet kettőség, a napnak az öröme, de a napnak a feszültsége. Megijedtek. Én azt gondolom, hogy ismerő számunkra ez a pillanat, akkor, az ember tényleg kívülről sok minden kikezdi emberségünket. Az a világ, amiben élünk, Látva látjuk, hogy sokszor mennyire Isten ellenében van, a rosszat akarja. Külső sötétség. A külső rossz valamiképpen próbálja bevenni lelkünket. Megijedtek. Valóban kérdés, hogy képes-e megrendíteni hitünket, reményünket, szeretetünket. Jézus, aki odalép, én vagyok, ne féljetek. Ismerősek ezek a szavak. Másik János Pál pápa is, amikor fellépett, Hangsúlyoz, azt mondja, ne féljetek. Hol a félelem lábra kapott, megeszi a lelket, kérdés valóban, kire, mire mondunk igent. Fel akarták venni a bárkába, de a bárka abban a pillanatban partot ért. Igazán, még a nehézségek ellenére, és a kitartók hűségben, szeretetben Jézusban, ő fog, ő általa fogom céltérni, ő benne találom meg utamat. Mire hív az Isten, mire tanít? mindenképp alól annak a hangsúlyára, hogy nem kell ezekre a külső hangokra odafigyelni. figyelni. Vannak nehézségek, gondok, és biztos, hogy el kell hordozni. És lehet, hogy sok minden aggodalom, félemmel tölti el lelkünket. De a Krisztus keresztélyhez maga a föld, ahogy Krisztushoz ragaszkodunk, hogy igazán hitben, remélem, szeretetben élünk, akkor ő az, akiben célt értünk, aki számunkra úti vezetőnk lesz, úti Mit is kívánhatnék a Győsten, hogy a hétköznapokban ne a nehézségek a félem nyomjon le. A Győsten valóban vele járjuk életünk útját. A Gőisten megtapasztaljuk benne, hogy benne van utunk a mennyi atyához. A Gősten Isten szeretetében, róla téve, másokat is meg tudjunk hívni az egytes közösségbe. Krisztus, ami által. Amen.